Mikulás kirándulást szerveznek december 5-én Bécsbe. Várják a jelentkezőket. Iász Beatrix evangélikus esperes tájékoztatóját láthatják. Nagyon jó programokat szervezünk az adventben. Az egyik valóban ez a december 5-i bécsi kirándulás, amelyre elsősorban a 3-tól 8-ig lévő hittanos gyermekeket várjuk, és hát nyilván kísérők is jöhetnek, mert egy nagy buszt indítunk. Moritz Adriennel szervezzük ezt, ő lesz az ő idegenvezetőnk. Bécsbe utazunk, és azért szerveztük ezt az alkalmat egy keddi napra, hiszen a kedd és a péntek az én hittanos napom, és így ilyen módon a gyermekeket ki tudjuk kérni az iskolából. Nem kellett messze mennem, az igazgató úrral természetesen megbeszéltem, letárgyaltuk ezt, és lehetséges az, hogy egy szülői engedély, egy szülői kikérővel a gyermekek eljöjjenek velünk, tehát egy nagy busz szeretnénk megtölteni, úgyhogy bátran lehet jelentkezni. Természetesen lehet kisebb gyermeket is hozni, de ebben az esetben szeretnénk kérni, hogy valaki, akár egy szülő, akár egy nagyszülő gondoskodjon arról, hogy kísérőként jelen legyen, hiszen a picin gyermekre jobban oda kell figyelni, esetleg a kezét is, sőt biztos, hogy a kezét is fogni, és ilyen módon fogjuk tudni őt biztonságban ezen a kiránduláson, úgyhogy kisebbek is jöhetnek. Kicsi meglepetés is van ebben a kirándulásban, Móricz Adrival még nem fogjuk elárulni pontosan, hogy hova is megyünk, de egészen biztos, hogy ez ebbe a napba bele fog férni az adventi vásár, akár a Schönbrunni kastélyban, akár ott benne a belvárosban, Bécsben, úgyhogy egy jó hangulatú, nagyon izgalmas, nagyon jó kis kirándulást tervezünk, mint ahogy tavasszal is sok gyerek jelentkezett a kőszegi kirándulásra. Nagyon remélem, hogy most a szülők elengedik a gyermeküket. Én biztos vagyok benne, hogy azért be lehet pótolni azt a keddi napot majd az iskolában, és erre a kirándulásra ilyen módon fogunk tudni majd készülni, illetve majd aztán beszámolunk arról, hogy hányan voltunk, és hogy milyen jó programunk volt. Mivel Mikulás kirándulás, ezért azt szeretném mondani, hogy nyilván a Mikuláshoz is lesz majd valami köze, december 5-én, ugye egy nappal december 6-a előtt. Úgyhogy örömmel várjuk a jelentkezéseket, Homlok Gézánél Ilikénél lehet jelentkezni, és szeretnénk kérni, hogy pontos adatokat adjanak meg, hiszen biztosítást is szeretnénk kötni a gyermekekre, illetve a felnőttekre is. Ez egy pár száz forintos összeg lesz majd, és előleget is kérünk, 2000 forintot azért, hogy komolyan vegyük a szervezést, illetve a lehetőséget erre a napra, erre a kirándulásra. És hogyha valaki esetleg mégsem tud jönni, akár betegség, akár másmilyen ok folytán, akkor kérem, hogy valakit szervezzen be maga helyett, hogy tudjuk ezt a kirándulást teljes busszal megoldani. Azt kérem, vagy azt hirdetem még, hogy természetesen nem 2000 forint ennek a kirándulásnak az ára, hanem a gyülekezet pályázatból és egyéb más forrásokból legalább a kétharmadát ennek a kirándulásnak finanszírozni fogja, viszont maga a kirándulásnak a teljes összege attól függ, hogy hányan fognak jelentkezni, nyilván a hány felé tudjuk osztani a kirándulásnak a költségét. Úgyhogy ilyen módon bátorítok mindenkit arra, hogy jöjjön, aki szabaddá tudja tenni magát, jelentkezzen bátran Homlok Gézánél Ilikénél.